Köszöntöm a Líceum Televízió nézőit! Önök a Hírlánc havi hírösszefoglaló műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bővült a főiskola képzési kínálata, februárban megkezdődhet a líceumi beruházás. Ezekről a témákról is hallhattak a legutóbbi sajtótájékoztató résztvevői. A Magyar Szemiotikai Társaság és az Eszterházy Károly Főiskola alkalmazott kommunikáció tudományi tanszéke közös szervezésével került megrendezésre a Nemzetközi Szemiotikai és az Ifjú Szemiotikusok konferenciája. Híreink bővebben. Az Eszterházy Károly Főiskola a legutóbb nyertes pályázatán több mint 500 millió forint támogatáshoz jutott, melyet az intézmény az oktatók továbbképzésére és a diákok oktatási körülményeinek javítására kíván költeni. Többek között erről is szó esett a szokásos havi sajtótájékoztatón. Havi sajtótájékoztatóját tartotta az Eszterházy Károly Főiskola október 13-án a Líceum konferencia termében. A főiskola képzési kínálatának bővítéséről dr. Hauser Zoltán, az intézmény rektora tájékoztatta a résztvevőket. Az új szakok között található többek között a kulturális örökség tanulmányok, melynek létesítésében az Eszterházy Károly Főiskola állt az élre. Ezen kívül szó esett a Líceumban folyó átalakító munkálatok haladásáról. Január 6-ban köthető meg az a szerződés, amely a beruházás megkezdését jelenti, majd így effektíve a munkák várhatóan február hónapban kezdődnek meg. Ezek után dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, a tanárképzési és tudástechnológiai kardékánya beszélt a tanárképzés megújításáról. A hallgatók fél éves összefüggő gyakorlaton vesznek majd részt az utolsó képzési időszakban, tehát az ötödik fél évben. Ez nagyon komoly együttműködést kíván a közoktatási intézményekkel. Ehhez szükséges egy olyan mentorhálózat kialakítása, bázisiskolai hálózat kialakítása, amely mindazokat a pedagógusokat a közoktatás részéről bevonja a gyakorlati feladatokba, akik a legjobbak a szakterületen. Varga Csilla, a Tanulmányi és Információs Központ igazgató helyettese és Ország Ákos, a Hallgatói Centrum programigazgatója, a minőségi szolgáltatásokkal a jövő felsőoktatásáért elnevezésű pályázatról számolt be. A projekt alapvetően négy fő elemből tevődik össze. Az egyik része a vezetői információs rendszer kialakítása és működtetése az intézményünkben. A második eleme a diplomás pályakövetési rendszer kialakítása és szintén működtetése hosszú távon az intézményben, hiszen ez a felsőoktatási törvényben előírt kötelezettsége minden felsőoktatási intézménynek. A harmadik eleme a hallgatói karrier és energiák szolgáltatások fejlesztése, a negyedik pedig a tehetséggondozás. Az oktatók továbbképzésére irányuló társadalmi megújulás operatív programot dr. Tóth András, az andragógia tanszék vezetője ismertette. A program célja a kompetencia alapú oktatásra való áttérés. Zárásképpen Ország Ákos beszélt a jövő héten megrendezésre kerülő Gólya hétről. Az utazás szemiotikáját jelölték meg a szervezők a 7. szemiotikai konferencia központi témájaként. A jeltudomány képviselői a világ megismerését nem csupán a szövegek és a jelek alapján, hanem a gasztronómia és a költészet szempontjai szerint is vizsgálták. Idén 7. alkalommal szervezték meg a 3 napos szakmai találkozót. Minden évben egy-egy témaköré szerveződve hívják meg az ország szemiotikusait. A 2009-es évtől azonban nemzetközivé vált a rendezvény. A szervezők jó témát kerestek, így az utazás szemiotikája címmel vizsgálták a jelek vonatkozásait. Egy érdekes kommunikációs vagy szemiotikai jelenség az, hogy az érzékszerveink is megnyúltak. Azzal, hogy utazunk, ezzel ismeretlen helyekre jutunk el, vagy addig ismeretlen helyekre jutunk el, ismeretlen országokat, szagokat, illatokat, színeket, ízeket tapasztalunk. Évről évre megszavaztatják a konferencia legjobb előadóját oktató és hallgató kategóriában. A világon az utazások során milyen jeleket használunk repülőtereken, szállodákon, ezeket a jelenségeket vizsgálta az idei konferencia. Az érdeklődőket jövőre is várják szeretettel újabb témában. Ünnepélyes pillanatok résztesei lehettek azok, akik a hónap végén ellátogattak a Leányka úti kampuszba, ugyanis itt tartotta 60. születésnapját a földrajztanszék.
Október 15-én az Eszterházy Károly Főiskola földrajz tanszéke a 60. évfordulóját ünnepelte, délután 5 órai kezdettel a C épület 124-es termében. A rendezvény központi eseménye a Változó Föld, Változó Társadalom, Változó Ismeretszerzés című konferencia, amelynek megnyitója egybeesett az ünnepélyes pillanatokkal. A 6 évtizedes tanszék emlékezett alapító tagjaira, volt vezetőire. Az emelkedett hangulatot még fokozva dr. Mátyás Ferenc, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, majd dr. Liptei Kálmán, a természettudományi kar dékánya tartott beszédet. Ezek után teljesen meghatódva dr. Pajtókné dr. Tali Ilona, a tanszék vezetője beszélt a múltról, jelenről és jövőről. A nagy elődök valahogy olyan üzenetet közvetítenek számomra, hogy kiválasztott vagy, hogy ezen a tanszéken taníthatsz, és itt kamatoztathatod a tudásodat. Ezt a munkás hétköznapok során is így éreztem és megéltem. De most az ünnep alkalmával azt gondolom, hogy arra kell emlékeznünk, akik ezt megalapozták, akik most nem lehetnek velünk, akik sokat tettek azért, hogy a földrajz tanszék ma egy elismert tanszék, és sok tanítványunk, sok diák szeret ide jönni és választja a tanszékünket. Az eseményen fellépett az Aglia Vuce zenekar. A tanszéknek legalább még ugyanennyi évet kívánunk. Október 19-től látogatható a Líceum galériában a Tájaink és Kincseink című interaktív természetfotó kiállítás. A Délbükk és a Borsodi mezőség élővilágáról, tájairól szóló tárlat az Eleven Televízió és a Bükkebrányi János Jázsi Sándor községi könyvtár gondozásában született meg. Céljuk, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a természeti értékek, bemutassanak nem látogatható tájakat, dokumentálják a természeti környezet jelenlegi állapotát és segítsék a természetvédelmi őrök munkáját a Bükki Nemzeti Parkban. Az összes kép megvolt már akkor, mikor a felkérés érkezett. Vannak közt, azt mondom, hogy jól sikerült dokumentumfotók is, de jó része a képeknek azelőtt készült, mert én természetvédelmi őrként elkezdtem dolgozni, tehát még hagyományos tükörreflexes géppel, körülbelül azért az 50%-a, és a maradék készült már olyan digitális technikával, amit természetvédelmi őrként alkalmazunk. A kiállítás nem csak fotókból áll, hanem diákat, természetfilmeket is vetítenek, valamint interaktív térkép és honlap is üzemel. Szakmai sikereket ér el a kiállítás. Ennél én azonban sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy rengeteg ember ellátogatott a településeken a kiállításra. Volt olyan település, ahol például szó szerint a lakosságnak a fele, vagy több mint a fele eljött a kiállításra. A tárlat október 30-ig tekinthető meg a Líceum galériában. Német, francia, litván, spanyol és török étel különlegességek közül válogathattak a Global Cooking Night programon résztvevők. Kedden került sor az immár hagyományjá vált Global Cooking Night-ra, azaz a nemzetközi főzőestre a Hallgatói Klubban. A szervezőtől megtudtuk, hogy ez már a 9. ilyen este, és évről évre több résztvevőt vonz a rendezvény. Az ősztel és tavasztal is megrendezésre kerülő programot a Kepes György Szakkollégium szervezi, a Hallgatói Önkormányzat és a Nemzetközi Kapcsolatok Központja támogatásával. Az Erasmus program által főiskolánkon tanuló külföldi cserediákok lehetőséget kaptak prezentációban és saját készítésű nemzeti ételeiken keresztül hazájuk bemutatására. Az este folyamán német, francia, litván, spanyol és török különlegességeket kóstolhattak a résztvevők. Az ételek hatalmas sikert arattak és pillanatok alatt elfogytak. A litván csapat süteménye különös alakjával nagy érdeklődést váltott ki. Because it's a traditional cake, it's sweet and you have to have a special machine to make it. It's from Ez egy édes tojásból, lisztből, cukorból álló tészta, amelynek elkészítéséhez egy különleges háztartási gép szükséges. A kellemes hangulatról a teaház és a borkóstolás is gondoskodott. A természettudományi kar az őszi fél évben programok sorával kívánja népszerűsíteni a kémia, matematika, fizika és biológiai tudásszerzés szépségét és fontosságát.
A természettudás főiskolájának programjairól kérdeztük dr. Liptai Kálmánt, a természettudományi kardékányát. Túl vagyunk egy kutatók éjszakája sikeres projekten, és hát lépegetünk tovább. A rendhagyó órákkal lenne a következő lépés. Kiajánlunk a középiskoláknak különböző izgalmas dolgokat, matematikát, kémiát, biológiát, mindent, ami izgalmas és érdekes. Amit fontos tudni, hogy az Egerváros középiskolái elkezdtek megkeresni bennünket, tehát a Pásztorvölgyi Gimnázium, a Wigner középiskola megkeresett bennünket, hogy szívesen dolgozna együtt velünk, tehát van erre igény, úgyhogy reményeink szerint ki is lépünk a nagybetűs életbe. Ezzel párhuzamosan elkezdtünk dolgozni azon, hogy a Tudós Arcképcsarnok megjelenjen a Liceum TV-ben. Már eldöntöttük, hogy két fizikus kolléga fogja ezt kezdeni, egymással fognak beszélgetni szakmáról, múltról, jelenről, jövőről, és nyilván a természettudományról. Azt szeretnénk, hogyha Egerváros diákjai, felnőttjei, szülők meglátnák, hogy ez egy kellemes életpálya, amire szívesen lehet a gyerekeket engedni, és lehet szorgalmazni ezt a dolgot. Elkezdtünk dolgozni azon, hogy a Siesta legközelebbi rendezvénye kialakuljon. Azt tudjuk, hogy a decemberi rendezvényen Visi Károly meteorológus fog előadást tartani. A novemberi rendezvénynek a meghívott vendége az még egyelőre kérdéses, úgyhogy ezen a történeten is dolgozunk. A gólyahét zárásaként október 21-én este gólyabá várta az érdeklődőket. Október 21-én szerdán került megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán a hagyományőrző gólyabán. Eddig eléggé tetszenek, majd a gólyabára most kíváncsi vagyok, hiszen ez az első gólyabárom, de a többi is, tetszettek a programok. Idén is Hauser Zoltán rektor úr nyitotta meg az eseményt, majd Tarsó József, egri hegybíró vezette be a gólyákat a borkóstolás rejtelmeibe. Ezek után következett a gólyáskő, melyet Sas Dániel vezetésével tett le az első éves társadalom. A szokásos nyitótánc után a főiskola hallgatói is megmozgathatták a végtagjaikat, majd pihenésképpen jött a stand-up comedy, és utána az est sztár vendége, az Irigy Hónaj Mirigy. Az idei bál a tavalyihoz hasonlóan a gólyahét záró programja volt. A Testnevelés és Sporttudományi Intézet már 58. alkalommal rendezte meg a sportszakos hallgatók sporttalálkozóját. A kétnapos sportrendezvényen 6 intézmény mérte össze erejét, ahol testnevelés szakképzés folyik. Szombathely, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Elte és Eger. Közel 400 versenyző volt jelen a találkozón. Hagyományosan 5 sportágban mérik össze erejüket a hallgatók. Atlétika, úszás, kézilabda, kosárlabda és röplabda kategóriákban. Nagyon éles mérkőzések zajlottak, egyéni sportágban is igyekeznek mindent kihozni, maximumot magukból a hallgatók. Hát az intézményükért versenyeznek, és néha több energiát mozgósítanak, mint egy szövetségi meccsen vagy versenyen. Az iskolájukért nagyon oda teszik magukat. Összességében szépen szerepeltek az Eszterházy Károly főiskola diákjai. Atlétikában 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérem, a röplabdások és a kosárlabdások aranyéremmel, a kézilabdás lányok pedig a pécsiek mögött ezüstéremmel zárták a találkozót. Az olimpiai szellemi vetélkedőn szintén az egriek vették át az első helyet. Az EKF Hész férfi kosárlabda csapata az NB1B 5. fordulójában 5 pont különbséggel diadalmaskodott a Szolnoki Főiskola csapata felett. Újabb meccset nyert az EKF Hész kosárlabda csapata a bajnokságban. Ezúttal a szolnoki csapat ellen győzedelmeskedtek. A különbség ugyancsak 5 pont volt, ezzel mégis továbbra is veretlen maradt a főiskola csapata. Nagyon szép. A bírói hibákkal és szabálytalanságokkal tarkított gyorsiramú meccsen Máté Balázs volt a legeredményesebb játékos, de jól teljesített többek között Rusznai Zsolt és Szarvas Péter is. Az izgalmas és pörgős meccs közel 1,3 órás időtartama után 74-69-es végeredménnyel zárult. Kedves nézőink! Önök a Liceum Televízió havi hírösszefoglalóját, a Hírláncot látták. A viszontlátásra!